Maté Manus Podcast. Podcast a Zserba Matéról. Itt vagyunk a Margit szigeten Henci Ricsivel, aki játékos megfigyelő, és ezen kívül még mit csinálsz? Van-e bármi foglalkozásod, vagy te 100%-ban ebben foglalkozol? Kicsit mesélj magadról. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Játékos megfigyelőnek tartom magam, de emellett egyéni képzéseket is tartok. Most jelenleg szabadúszó vagyok, de egyébként meg ezzel a két dologgal tevékenykedem, foglalkozom. Uh-huh. Focizol mellette, vagy nagy pályán, vagy kis pályán, vagy csak mint játékos megfigyelő vagy a fociban? Most ugye aktív labdarúgó voltam, külföldön is játszottam, utána 2 évet kihagytam, orvosi javaslatra felhagytam a labdarúgással, és most hiányzott agyon a foci, és elkezdtem a gyerekkori csapatom a Szigetszentmiklóson focizni. Ez egy megye 3-as klub most, és ez nekem teljesen jó, heti egy edzés, meg egy meccs van, ezt még bírja a lábam is, úgyhogy ennyi. Uh-huh. Külföldön merre voltál, vagy hol fociztál? Cipruson és Portugáliában. Azt. És ott milyen, ott nagypályán, vagy valamilyen fiók csapatban, vagy melyik csapatban? Nagypályán. Cipruson harmadosztályba kerültem ki, ott voltam. Hát másfél évnek mondom, mert egyébként 17 évesen kerültem ki, és akkor egy fél évet húzták az igazolásomat, mert kiderült, hogy mivel nem vagyok 18, ezért nem kapom meg. Az UEFA beleszólt, úgyhogy utána hazajöttem, egy fél évig csak edzettem kint, és utána visszamentem nyáron ugyanaz volt csapathoz, és akkor egy jó évet lehúztam ott. Utána hazajöttem érettségizni, és akkor utána onnan mentem az Estoril Praia B csapatába, és utána ott egy hónapot töltöttem el, aktívan edzettem, és akkor utána jött elő az első térsérülés, utána kezelések, műtét, és akkor utána viszonylag hamar lezárult ez a portugál kaland. Uh-huh. Úgyhogy igen, ebben a két országban játszottam. Uh-huh. Nekem is volt térszakadásom egyébként, és már akkor is úgy gondolkodtam, hogy inkább az egyetemre fogok fókuszálni, és nem a focira, de az így lezárta ezt a kérdést. Két dolog, az egyik, hogy hol érezted magad jobban, Cipruson vagy Portugáliában? Más volt mind a kettő. Én azt mondom, hogy talán Cipruson, ugye egy fél évvel többet töltöttem ott, vagy talán még többel is, és ugye nekem ott, én ott iskolába is jártam, emiatt sok barátom lett. Uh-huh. És sokkal több helyre mentünk, ott volt barátnőm, és talán ezért mondanám Ciprust. Aha. Bocsi, ha indiszkrét a kérdés, itt anyagilag hogy van megoldva, hogy mindent fedeznek neked a két országban, vagy kapsz valami fizetést, és meg kell oldanod ott a lakhatást, vagy egy kampuszon laktál, vagy hogy működik ez? Mert szerintem nagyon sokan, akik hallgatják, nem tudják, hogy ez milyen rendszerben működik. Ez konkrétan Ciprus, ez úgy történt, hogy kaptam lakást, ahol két spanyol csapattársammal laktunk. Mi hárman kaptunk egy autót, és mellette volt még egy fix összeg, mellette még a pályára lépési, és a legtöbbször a kaját meg az ellátást azt is a klub állta, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy teljesen korrekt volt ahhoz képest, hogy milyen osztályban voltunk. Aha. És láttál-e bárkinél Maté tököt, Matét, amikor megkerestelek, akkor mit tudtál erről az italról? Tudtál-e bármit? Én Csobot Kevinnél láttam az Instagram sztoriába, és megkérdeztem, hogy ez micsoda. Azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ital, és nagyon szereti. És ott igazából rajta kívül senkitől nem hallottam, nem láttam. Most, amióta megkerestél, több ismerősömnél rákérdeztem, ott egy-kettő ismerte, de mondom, hozzám ez nem jutott el eddig. Uh-huh. És azt elárulhatod, hogy milyen szurkoló vagy? Vagy ezt Én Barcelona szimpatizáns vagyok, nálunk az egész család az volt már nagyszülőktől kezdve, és akkor így apukám is, én is. Aha.
És követed mondjuk a Barcának az instáját, instasztoriait, vagy ez így annyira nem érdekel, és csak a meccseket nézed? Azért is kérdezem, mert hogy az instasztoriban rengetegszer előfordul, hogy Araujo, Messi, Griezmann, Matéznak ott van a kezükben, és ha nézted, akkor meg felmerül a kérdés bennem, hogy nem vetted észre, vagy csak egyszerűen nem érdekelt, hogy mi van a kezükben? Megmondom őszintén, hogy nem követem a social médiáját a kluboknak. Nagyon ritkán azért megnézem, hogy mi újság, de ugye a sport ilyen napilapokból szoktam tájékozódni, nem az Instagramokról. Nyilván, nem, most nem jut eszembe, hogy láttam-e, mert biztos vagy benne, hogyha láttam volna, akkor előbb-utóbb megkérdeztem volna, hogy mi van a kezükben, de így nem ugrott be. Aha. Kit kérdeztél volna meg, amikor mondjuk meglátod azt a tököt, ami ott melletted van? Hova fordultál volna? Na, ez egy jó kérdés. Biztos vagy benne, hogy ilyen focis közegben egy-egy csoportba beküldtem volna, amiben benne vagyok, hogy mi van ott a játékosok kezében. Aha. Vagy ott esetleg a kommentek, attól függ, hogyha ez poszt lett volna, akkor a kommentek között szemezgettem volna, hogy hát, ha valaki megkérdezte és valaki válaszolt rá. Úgyhogy szerintem így oldottam volna meg. Most nemrég volt egy olyan poszt Facebookon, ahol mindhárom előbb említett játékosnál ott volt a kezében, és a Barca kiposztolta, hogy teammates, mint Team Mates. Aha. És én is kíváncsi voltam a kommentekre. És szinte senki nem kérdezte meg, tehát mindenki csak a meccsről beszélt, hogy gyerünk, fiúk, csináljátok meg, és senki nem beszélt, hogy micsoda ez. Nagyon érdekes volt, főleg, hogy ekkora elérésnél. Kicsit témát váltok. Ezt beszéltük telefonon, hogy te azért fiatal focistákkal kapcsolatban vagy, beszélgetsz velük, tanácsokat adsz nekik, követed a fejlődésüket, meccseket nézel. Milyen korosztályban csinálod ezt? Általában U14-es korosztálytól U17, esetleg 19-ig, de az öme az U14-től U17-ig. Ez engem nagyon érdekel ez a korosztály, hogy most már itt kezdem elérezni azt a korosztálykülönbséget, bár rajta vagyok a TikTokon, meg próbálom így a dolgokat követni, de milyenek ezek a srácok? Tehát mit csinálnak szabadidejükben, mennyire rakják magukat oda, mekkora különbségek vannak a gyerekek között? Mi az ő kihívásaik? Ez egy olyan korosztály, akik szeretik megmutatni, miük van, és ezek, ez nem biztos, hogy egy jó irány, de minden generációnak meg volt a maga, hogy mondjam, az olyan oldalak, amiken lejárathatták magukat, most csúnyán szólva. Tehát volt neked mi volt? Nekünk ez az Askefem volt, ugye volt utána a Tellonim, most ugye ez a TikTok sem egy rossz dolog, csak mondjuk ha pár év múlva visszagondolnak, meg ezeket a videókat lementik, akkor utána nem biztos, hogy fognak neki örülni. Én azt mondom, hogy ez ezzel jár, tehát nem feltétlen jó, de nem is azt mondom, hogy rossz, úgyhogy nem tudom, mik voltak még a kérdések? Mit isznak, van-e valami káros szenvedélyük? Én azt veszem észre, hogy az a játékos, aki labdarúgó akar lenni, az annak a legkárosabb szenvedélye a Fortnite esetleg, vagy ilyesmi. Tehát én nem gondolom azt, hogy aki okos és tisztában azzal, hogy dohányozni, energiát fogyasztani, kávézni ennyi idősen káros, az egyszerűen nem használ ilyeneket. Úgyhogy mondom, akik labdarúgók akarnak lenni, és olyan a mentalitásuk is, azok voltak is, vannak és lesznek is ebben a korosztályban. Jó. Kitöltöm neked az első Matét, hogy erről is beszéljünk. Kettőt is csináltam neked. Az egyik az egy ilyen korszerű. Igazából mondd el, hogy látsz-e valami különbséget? Látok. Az egyik az, ahogy mondtad, korszerű, a másik meg kicsit darabosabb. Uh-huh. Szagold meg ezt az egyiket, ezt a darabosabbat. Mindkettő egyébként natúr. Uh-huh. Érzel-e, bármire hasonlít-e? Zöld teára. Aha.
akkor először ezt a darabosabbat fogod megkóstolni. Ez az első felöntésed, életed első mátéja. Örülök, hogy ez velem történik meg. Igen. Azt nem mozgasd. Nem mozgatom. Igen. És így adj nyugodtad. Szürcsölésig ihatod. Nyilván, hogyha nagyon meleg, akkor óvatosan. Ez ilyen 78 fokos víz. Tehát a zöld teát is ebben a hőmérsékletet csinálják. Igen. Ez a szürcsölő hang, ez azt jelenti, hogy tölthetem a következőt. Ez volt az első felöntés. Uh-huh. Milyen meleg volt? Mert itt azért még a langyos vízzel keveredett. Langyosabb volt, tehát ez nem volt meleg. Uh-huh. És nézzük ezt a másikat. Ez a porosabb. Uh-huh. Egyébként az egyik stílust isszák általában a focisták. Nem mondom el, hogy melyik. Ezt akartam kérdezni, akkor nekem kell rájönnöm. Ezt egy másik bombéjával iszod, egy Pico de Loro-val, az a neve, ez a papagájcsőre, ez egy ilyen hajlított bombizsa, vagy bombíja. Bombizsának mondják egyébként az urugvájak, meg az argentinok, ez a nyelvjárás, és bombíjának pedig mindenki más. Mi az első benyomás? Ha köhögsz, nem baj, mert ez egy... Nem, köhögnem, nem kellett. Ízre ittam már kellemesebbet. Hogy őszinte még legyen. Ne ítélj. Még ne ítélj. Nem ítélek. Még annyit akartam elmondani, hogy az első felöntés az igazából lesz szinte a nulladik, mert itt még keveredett a langyos vízzel, uh-huh. amit az elején felöntöttünk. Ez lesz igazából az első felöntés, és majd utána megbeszéljük, aztán utána kicsit lassítunk a... Hoppá, rázáltam. Kicsit lassítunk a tempón, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Ez már a forró? Ez már a forró, tehát itt most egy kicsit jobban vigyáz, de ihatod egyből. Közben én is iszom egyet. Ugye ez a dél-amerikai, hát latin neve az Ilex paraguriensis, de nagyon sokan csak maténak vagy máténak hívják, máté teának. És Észak-Amerikában, meg Európában nagyon sokan azért kezdték el inni, főleg ilyen 30-as, 40-es nők, mert fogyasztás növelő, tehát zsírégető hatása van, és így is reklámozták, hogy a zsírégető tea. Ezen az argentinok egyébként sokszor röhögnek, meg kicsit idegesek is, hogy így lett bekategorizálva a teájuk. De nem igazán terjedt el így más célcsoportokba, kivéve azok, akik ilyen nagyon nagy argentin, meg dél-amerikai fanok. Neked volt is egy ilyen kérdésed még adáson kívül, azt légy szíves, hogy tedd fel még egyszer, így a Mátéval kapcsolatban. Ez volt az első, amikor felhívtalak, és mondtam, hogy majd élő adásba kérdezd meg inkább. Az volt talán, hogy nem jutott el még hozzám? Uh-huh. Igen. És erre így a rövid válaszom az, hogy a nagyon rossz a marketingjük a dél-amerikaiaknak. Most nincs is olyan csomagolás nálam, de általában ilyen alapból már a növények csomagolásai látszik, hogy ilyen, mintha a szocializmusban gyártották volna őket. És nincs nagyon pénzük kommunikációra. Én azt veszem észre, hogy nem fizetnek le focistákat, hogy reklámozzák a Mátét. Eladják Európába, meg Észak-Amerikába, és ott a nagy kereskedők pedig tovább értékesítik, de nincs igazából nagy reklámja. Amióta bejött az Instagram, azóta ugye focisták kezébe ott van, meg amikor otthon mondjuk lazítanak, vagy dolgoznak, vagy bármit csinálnak, akkor ott van mellettük a tök. És akkor itt néhány ember megkérdezi, hogy ez micsoda. Meg kiposztolják, hogy ilyen mátézom. Meg van egy máté emoji is. Például az is nagyon érdekes, hogy az argentinok azok 2010, nem tudom mikor, kikönyörögték a, nem tudom, iOS-t, vagy nem tudom, kifelel az emojikért, de hogy legyen máté emoji. Kíváncsi vagyok, melyik az. Igen. Majd megmutatom. És még nem terjedt el, viszont egyre inkább terjed, én azt veszem észre. Nyilván ennek Messi sikeressége is, meg a Messi-Suárez kapcsolat benne van. Például, mivel
már a nagyon-nagyon foglalkozom ezzel a világgal, nagyon ráállt a szemem, amikor beszélnek róla. És interjúkban ilyeneket mondanak, hogy hát Suárezzel, ezt Messi mondta, hogy Suárezzel a legjobb pillanatok azok voltak, amikor néztük a gyerekeink edzését, és közben matéztunk, vagy az öltözőben, amikor Griezmann kérdezik, hogy rossz a viszony a Messivel, mondja, hogy dehogy is, hát együtt matézunk. Kicsit ráállt a szemem. Nézek dokumentumfilmeket ott Pogba, matézi Griezmannnal, nézem a mondjuk dél-amerikai filmeket, ahol mindig előkerül, a dél-amerikai színészeket, akik posztolnak róla. Tehát szerintem az Instagramnak lesz egy ilyen elterjedést segítő tevékenysége, de igazából nagy marketing tevékenységet ezek a dél-amerikai maté növény vagy maté tök gyártók nem raktak bele. És nem is ezt a világot éltük. Tehát most így ránézel erre a tökre, és kicsit olyan gusztustalan. Egy picit, azért elmondhatjuk, nem? Én nem feltétlenül gusztustalan szót használnám, én azt mondanám, hogy olyan egzotikus, tehát látszik, hogy nem közép-európai, vagy egyáltalán európai dolgot iszunk. Én az ilyeneket egyébként mindig is kedveltem. A másik, amit még talán mondanék, hogy abban a világban, most így az elmúlt 10-20 évben, az volt a lényeg, hogy gyorsan kapj valami hatásosat. Nyomd be a Nespresso gépet, gyorsan kijön a kávé, kávézóba megrendeled, lehúzod, elvitelre kéred, vagy energiaital ledobozolva, cisszented, iszod, kényelem, praktikusság. Ebbe, ha belegondolsz, azért nem praktikus. Főleg most, hogy mondjuk innen elmegyünk, és mondjuk egész nap tervezünk mátézni, akkor ez a kezünkbe kell, hogy legyen, vagy a táskának van egy olyan helye, ahova be lehet rakni, de hogy ezt vinni kell, meg jó, hogyha nálad van. Nyilván messzéknek könnyű, mert sofőr van, meg repülő, meg busz, meg minden. Persze. De hogy ez valamennyire egy kényelmetlen dolog. Persze mindenkinél megvan az, hogy ki az, aki inkább otthon iszik csak, és nem viszi sem erre. Ez a tipikusabb. Tehát mondjuk én az NB1-be is értékesítek, és azt vettem észre, hogy általában a játékosok nagy része az otthon matézik, és mondjuk egy 30%-a meg meccs előtt. Én szoktam velük beszélgetni, és kérdezem, hogy te mikor szoktál általában. Kíváncsi vagyok, hogy ez itt Magyarországon hogy terjed el. Térjük vissza kicsit a srácokra. Mennyire megy náluk az energiaital, vagy mennyire megy náluk a kávé? Különböző korosztályokat mondhatod. Különböző. Én ennyire nem akarnék általánosítani. Mindegyik korosztályban van minden. Tehát én azt mondom, hogy már az energiaital már szerintem 13-14 évesen biztos, hogy előkerül. És ugye itt nem, én most csak az első osztályú játékosokról beszélek, de hogy ez másodosztályban, vagy esetleg megyei kluboknál hogy fordul elő, szerintem... Biztos, hogy többen. Kávé az megint egy olyan dolog, hogy felnőttnek akarok tűnni, vagy esetleg menőzni. Uh-huh. Tehát itt, mert a kávé az nekem mondhat bárki bármit, az egy 13-14 éves gyereknek az keserű. Uh-huh. Tehát nincs az a gyerek, aki azt mondja, azért iszom a kávét, mert tetszik az íze, meg fáradt vagyok, meg... Igen. És hát úgy, a teljes mondom, kávé. Teljes kávé az... A maximum a teljes kávé, vagy... De mondom, tehát nem véletlen, ezt felnőtteknek találták ki. Uh-huh. Legalábbis én ezt úgy tudom. Úgyhogy már ebbe a korba előfordul, sajnos, hozzáteszem. Az energiaital pedig a gyümölcsössége, az édessége miatt kedvel szerinted? Vagy annak is van egy ilyen érzése, egy feelingje? Feelingje is van, az íze miatt is talán, és a harmadik az, hogy ugye csodát várnak tőle a gyerekek, mert ugye az a reklámba, hogy akkor felpörget, és akkor utána sokkal jobb lesz a teljesítménye, gyorsabban futsz, hasonlók, és ugye ez van a gyerekeknek a fejében, hogy akkor meccs előtt esetleg, vagy edzés előtt azért kell energiát inni, mert akkor utána sokkal jobb leszek. Uh-huh. Nem is tudom, hogy ők néznek-e tévét egyébként. Tehát, hogy vagy ez most Facebook reklámra gondolsz, vagy bármilyen, mondjuk a Red Bull az egy nagyon jó stratégiát csinál, tehát extrém sportolók, csapatoknak a neve, Forma 1, tehát mindenhol ott vannak egy ilyen, teljesen egy ilyen beépültek a sportvilágába, és nem egy ilyen külső mesterséges reklámot csinálnak, hanem
kvázi Red Bull Lipcse, meg Red Bull Salzburg, meg mit tudom. A Red Bull Lipcsét ezt nem mondd, mert abban én is beleestem. A Red Bull Salzburg olyan van, az RB a Lipcsénél az a Rátenból, nem, vagy valami hasonló. Micsoda? Tehát az mindjárt mondom. Ez nem is Red Bull? Nem, az nem Red Bull. Hoppá. Addig felteszem a... Az RB Rasenball Sportot. Aha. Úgyhogy igen. De folytasd. Szerinted el tudod-e képzelni a Matét srácoknál? U14, U17, U19. Le tudja-e váltani szerinted? Vagy jó lenne-e, hogyha leváltaná mondjuk az energiaitalt, cigit? Most nyilván nem ebből a pár kolyból akarok következtetéseket levonni, csak kíváncsi vagyok, hogy te ezt el tudod egyáltalán képzelni. Én... azért tudom elképzelni, mert ez egy olyan dolog, amit ugye, ha utána olvasod az ember, ha esetleg majd később tapasztalja, amiről még rosszat nem nagyon hallottam. És egyébként ez annak is köszönhető, mert hogy nem régóta tudok erről, illetve hogy akiktől kérdeztem, azoknak mind pozitív volt a benyomásuk, illetve az információk róla. Én azt gondolom, hogy most akkor én kérdeznék, hogy az, ha valaki, először is, a Mátét ezt milyen korosztálynak ajánlanád? Itt kétféleképpen tudok válaszolni. Az egyik az, hogy egyrészt látom azt, hogy mondjuk a focisták már nagyon alacsony korosztályba a gyerekeiknek megmutogatják, megkóstoltatják velük. Nem hiszem, hogy ők rendszeresen isznak, csak ez egy, mondjuk beleszívnak egyet. Ebből nem indulnék ki. Főleg azért sem, mert itt Európában máshogy növünk fel, máshoz vagyunk szokva, maci kávét iszunk, mondjuk oviba, meg általános iskolában, ami ilyen koffeinmentes kávé. Én, hogyha mondjuk saját gyerekemről beszélnék, ami még nincs, sajnos, ilyen 15-16 éves kortól próbálnám meg a Matét. Ez az első lehetőség. A másik lehetőség, hogyha mondjuk már energiaitalt iszik 12-13 éves korában, és nem tudom, hogy ez mennyire elterjedt ez, de vagy kávézik, akkor annál mindenképpen jobb, hogyha mátézik. Tehát kevesebb koffein van benne, mint a kávéban vagy az energiaitalban, viszont egész nap tudod inni, és nem érzed azt, mint mondjuk a kávénál vagy az energiaitalnál, hogy így fölvíz, és aztán így ledob. Tehát van egy ilyen elnyújtott hatása. Például este 8-kor, 9-kor is még szellemileg teljesen jól tudsz koncentrálni, meg friss tudsz lenni. És ez mondanám az első esetnek, hogyha lehet. A második, az pedig hideg vízzel inni. Ez az úgynevezett terere. Közben töltök neked egy másikat is, hogy össze tudjuk hasonlítani. A terere, azt a paraguayok isszák nagyon sokan, a paraguayoknak a nemzeti italuk, illetve az argentinok isszák nyáron. És ebben lehet kis narancslevet is rakni. Tehát lehet egy kicsit ízesíteni, hogy a kicsit az édes szájúaknak is kedvezzünk. És nem olyan, még kevesebb a hatása, van egy ilyen frissítő érzése, többet lehet belőle meginni, és kicsit hozzászokik a szervezet. Mert ugye azért itt vagyunk Európában, ez a növényes csak Dél-Amerikából származik, és azért ez is egy szempont, hogy azt tegyük, ami itt terem, és hogyha nem azt esszük vagy isszuk, akkor meg lassan, fokozatosan szokjunk hozzá.
Én voltam egyébként a Fradinál, ilyen hát nem is tudom, fiatalok voltak nagyon, és szó volt róla, hogy csináljak mátékostolót, és úgy voltam vele, hogy inkább tererét csinálok nekik, és a szülőknek meg csinálok mátét. És akkor ezt így oldottam meg. Én sem adnék olyat, mondjuk egy fiatal srácnak, hogyha nem ivott semmit, amit mondjuk a saját potenciális gyerekemnek sem adnék. Válaszoltam a kérdésre. Válaszoltál, igen. Az érdekelne még, hogy maradjunk a 15-16 éves korosztánál, meg egy később a felnőtteknél is, hogy milyen gyakran lehet ezt fogyasztani? Én minden nap iszom. Ez egy nagyon egészséges ital. Most nem beszéltünk, beszéltünk egyébként, hogy vannak negatív tulajdonságai is, erről is majd beszéljük. De hogy ez egy tele van vitaminnal, tele van ásványi anyaggal, tényleg segít fókuszálni, segít abban, hogy tovább bírd a pályán, segít abban, hogy jobbak legyenek a passzok, ad is egy kis önbizalmat, van egy kis boldogságnövelő hatása is. Ezek mind kémiai úton be vannak bizonyítva, hogy az adott anyagok a matéban azok hogyan hozzák ezt létre. Ebben most nem mennék bele. Én egy nap, mondjuk egy ekkora tökből, ami egy nagyobb tök, megiszok mondjuk egy ilyen 10-15 felöntést. Mivel fokozatosan átázik az egész, ezért egyre kisebb a hatása. Tehát az elején nagyobb, és aztán egyre csökken. És ez nagyon jó, mert ahogy megyünk be az éjszakába, vagy a délutánba, ugye nem is igényeljük azt, hogy egyre erősebb legyen. Egy argentin vagy urugvái képes azt megcsinálni, hogy egy ilyet többször megcsinál. Tehát, hogy leissza 10-szer, és utána kidobja a növényt, és aztán újra csinálja. Tehát gondolj bele, hogy ott már milyen inger küszöb van. Ha már negatív tulajdonságot megemlítettem, akkor már ezt el is mondanám, hogy ezt is túl lehet tolni. Tehát mondjuk egy ilyen 4-5 felöntést meginni 5 perc alatt, akkor azt megérezné a fejed. Tehát lenne egy kis koffein sok. Ugyanúgy meg lehet kapni. Itt az a lényeg, hogy itt játszhatsz vele, hogy feltöltöm, megiszom, várok egy 10 percet. Feltöltöm, várok egy órát, várok 2 órát. Tehát én például jobban szeretek délelőtt matézni, és kevésbé délután. Valaki szeret késő délután elkezdeni, mert mondjuk fel akar pörögni este munka miatt, vagy valami olyan hobbija van, ami este igényel mondjuk nagyobb koncentrációt. Ezen kívül még más negatív? Nekem volt egy olyan, hogy például ilyen főétkezés után nem szerettem matézni, mert kicsit felbolygatta a gyomromat. Van egy emésztésjavító tulajdonsága, de nálam meg az volt, hogy nem éreztem jól magam tőle, hogy egyből evés után. Valaki pedig szeret egyből evés után inni. Illetve van még egy harmadik, ami a késő délutáni, késő esti matéfogyasztás jelenti. Ez pedig az, hogy nem tudsz aludni. Közben egy... ez milyen állat? Varjú? Varjú vagy holló, nem tudom. Egy kukából... Még mint a hotdogból meghagytam azt. Igen. Óriási. Igen. Válaszoltam akkor most igen, is. Igen. És említetted, hogy tehát ha most ilyen konkrétan akkor a pozitív hatásról kéne beszélni, ugye említetted a fókuszálás képességet, milyen vitaminok vannak benne? A, B, C, E vitamin, és magnézium, cink, meg néhány más ásványanyag, de azt hiszem ez a kettő, amelyik legnagyobb arányban van. És legtöbbször azt szokták mondani, hogy szellemi és fizikai képességeket növeli. Tehát
tovább tudsz futni, meg tovább tudsz koncentrálni, most így nagyon leegyszerűsítve. Én tényleg azt vettem észre, amikor először ittam, hogy először is nagyon keserű volt, nagyon nem ízlett. Nem tudtam, hogy valaha fogok-e végmatézni. De mindenképpen ki akartam próbálni, hogy milyen meccs előtt. És akkor azon a meccsen adott egy extra önbizalmat, jobban mentek a passzok, tényleg amikor tudod, hogy ott van az oszlop, és mégse oda megy. És vannak meccsek, amikor meg oda megy. És miután oda megy, még jobban hiszel magadban, tovább bírod, ugye az erőlét is számít egy passznál, mert hogy ki vagy fáradva, akkor azok a passzok is össze-vissza mennek. És nyilván az is fontos, hogy ez egy jó első benyomás volt. Tehát általában, ha az internetben, vagy interneten keresünk a matéről, akkor mindig ott van az antioxidáns, meg az immunrendszer növelő. Ezek nekem kicsit megfoghatatlanok sokszor. Tehát, hogy ezt nem tudom mérni. Ezzel nekem az volt a bajom, és tökre örültem neki, hogy ez egy nagyon egészséges dolog, de nem ezt akartam megfogni, hogy melyikből kérsz egyébként? Legyen most ez, mert ez volt utoljára. Jó. Melyik ízlik jobban? Megmondom őszintén, nem tudom most még tehát megkülönböztetni, mert rég ittam. Már egy 6 perc legalább. Szóval mit mondtam? Immunrendszer erősítő. Ja, igen, hogy ez nagyon örülök, meg ha kérdezik, akkor mindig elmondom, de nem erre fókuszálok. Tehát tudom, hogy annyiféle dologról lehet a matéról beszélni, hogy én inkább, mivel én is focizom kispályán, meg szeretem ezt a világot, meg én is barszás vagyok, ezért inkább ezt a részét szerettem meg erről tudok többet beszélni, de nagyon örülök, hogy ez egy egészséges dolog is. Értem. Jó. El kell majd döntened, hogy melyik ízlik jobban, meg szerinted melyiket isszák inkább a focisták. Egyébként az, hogy melyiket isszák a focisták, meg sokszor írnak rám játékosok, hogy melyiket ajánlanád focistának. Ilyenkor általában egy kicsit erősebbet szoktam ajánlani, mert vannak gyengített, lágyabb, például te is az egyik, amit iszol, az egy lágyabb, kevésbé erős maté, kevesebb koffein van benne, vannak koffein érzékenyek, akiknek mondom, hogy figyelj, ha teheted, akkor, és nagyon nem ragaszkodsz hozzá, akkor, és nagyon félsz, akkor lehet, hogy nem matézz inkább. Ha ki akarod próbálni, akkor mondjuk ezzel kezd el, és próbálj ki mondjuk 4-5 felöntést egy nap. Ne vidd túlzásba. De vannak ízesített maték is egyébként. Direkt nem hoztam neked, de azt akartam, hogy... Az eredetit. Igen. Egyébként az ízesített sem ördögtől való, tehát Argentínában, meg Brazíliában, meg Dél-Amerikában is isznak ízesített matét. Meg van focista is, például Cavani, ő is egy ízesített urugvái matét ivott legutóbb, amikor láttam. Ezek sokszor menta van benne, van, hogy narancshéj, tehát, hogy többféle irányba lehet menni. Általában Magyarországon az ízesített, például a Kevinnél is egy ízesített maté volt. Könnyebb megszeretni a matézást ezekkel az ízesítettekkel. Tehát magyarok vagyunk, szeretjük a gyümölcsöt, szeretjük a nem túl keserű dolgokat, szeretjük a kapucsinót, fura elsőre natúrt inni. És aki először azt mondja, hogy nem olyan rossz, akkor akkora potenciál van, hogy ha nekem az volt, hogy hát ez nem a legjobb, és végül csak ezzel foglalkozom szinte, nekem ez azért is jó, mert tudok kvázi így empatikus lenni azokkal, akik elsőre nem szeretik. Tehát tudom azt mondani, hogy nem baj. Én azért mondom, hogy én nagyon ritkán teázom. Tehát egyébként, aki rá van függve a zöld teára, és magában iszta, ne cukor nélkül, édesítő nélkül,
azt szerintem nem mondja meg, hogy ez másmilyen, más teszik. Nekem annyira nem vészes, tehát mondom, én itt amennél már sokkal rosszabbat. Nyilván, hogyha most választanom kéne, és mondjuk jól akarom magam érezni, akkor lehet, hogy iszok egy frissen facsart narancslevet, vagy hasonló. De maga ez egy, most ahogy láttam, ugye, hogy raktad össze, egyébként lehet, hogy ez egy ilyen vasárnap délutáni családi rendezvényen, vagy rendezvényen, ilyen családi napot most már, tartva. Már minden nyitva van, most igen, már igen. Délután esetleg egy ilyen apa-anya összejön, gyerekeknek meccsen, és akkor négyen leülnek, és akkor úgy nézik a tévét. Ezt is simán el tudom képzelni, hogy ha tényleg gyerekeknek is lehet, hogy akkor nekik hideg vízzel, de mégis akkor legalább, akkor nem tényleg nem kólát isznak, meg nem fantát, hanem akkor olyan dolgot, ami az egészségüket, hogy mondjam, még javítja, igen. Úgyhogy meg maga azt, ugye én tehát nem titok, csak nem reklámozom, én azért szeretek néha vízipipázni, és akkor ezt simán el tudom mellé képzelni egy akkor a két kultúrát vegyítve, ugye akkor simán. Még az utolsó kérdésem, meg az utolsó témám a te Instagram oldalod, ami hát egy egész népes követőbázissal bír, és folyamatosan posztolsz, erről nem csodálkozom, hogy nem is beszéltünk ideig. Ott mi a célod? Vagy ott mi, miről szól? Meg mondd el a nevét is, hogyha most hallgatja valaki, akkor rá tudjon keresni. Ja, Henci Futball. Ugye a vezetéknevem is akkor még angolul hozza a futball. Én ezt akkor kezdtem el, amikor ugye orvosi javaslatra felhagytam a focival, és akkor én eldöntöttem, hogy akkor én egyéni képzéseket tartok, és akkor videóra veszem, összevágom, és akkor azokat fölteszem az Instagram oldalamra. De ez rendszerint úgy volt, hogy voltam én, és volt ugye a játékos, akit edzettem. Kamerásom meg nem volt, és rossz minőségi tartalmat, meg kontentet nem akartam föltenni, ami így a kapufának támasztva esetleg, vagy ilyesmi. És akkor ez elment egy olyan irányba, hogy akkor én tanácsokat adok posztra specifikusan, akkor ilyen máshonnan vett videókat lefordítani magyarra, hogy akkor azok a gyerekek, akik nem tudnak angol, azok is lássák, meg értsék. Voltak rajta vicces kontentek is. Én ezt úgy gondolom, hogy az volt a célom, hogy azért ismert brand legyen, és most, ha azt mondom, hogy bárhol járok, vagy jártam, legyen az Zalaegerszeg, Szombathely, Kisvárda, Békés Csaba, akkor úgy felismergettek anélkül, hogy egyébként magamról nagyon posztolnék. Én általában a live-okban szoktam ott lenni, nagyon ritkán sztorikban, és elvétve egy-egy posztban van ott az arcom, de így is felismertek, ami egy nagyon jó dolog, én nagyon örülök neki. És egyelőre ennyi, tehát az meg, hogy majd mi lesz ebből, én ennek hála jutottam a Győri Akadémiára, mint egyéni képzésért felelős, mert egyébként, ha nem lett volna ez az oldal, akkor nem biztos vagyok benne, hogy nem kerültem volna oda. Úgyhogy igen. Jó van. Hogyha bármelyik csapatnál lehetnél játékos megfigyelő, és nem választhatnád a Barcát, és mondjuk egy... Nem mondom azt, hogy reális cél, de legyen az, hogy mi az álmod? Meddig akarsz eljutni? Melyik csapatnál lennél játékos megfigyelő? Én azt mondom, hogy külön kell választani, akkor most utánpótlás vagy felnőtt. Először ezzel elő a játékos megfigyelői munkáról annyit, hogy itthon U10, tehát most konkrétan előttem van, kim voltam egy UTE Újpest meccsen, ugye ezt a két csapatot már külön választották. És volt egy srác, aki az Újpest FC-ben nagyon jól mozgott, és tavaly még megye szintű csapatnál játszott, úgyhogy most 18 éves. És emiatt gondolom azt, hogy a játékos megfigyelőkre nagyon nagy szükség van. Külföldön ez már régóta megy, itthon most már azért szerintem megy. Az MLS-nek nincsen képzése. Egy képzés van, ami jól tudom, ami erre a munkára vonatkozik. Nem tartom rossznak, de azt mondom, aki benne van a fociban, az sokat nem tud tanulni belőle.
Egyébként meg, ha külföldön, én nekem, tehát nekem ugye szüleim is kint élnek, és tehát nekem se az a célom, hogy akkor itthon öregedjek meg. Nekem szimpatikus volt ez a portugál környezet is, biztos, hogy Spanyolországot is kipróbálnám. Kicsit le kellett állítani, mert elhaladt két járőr, és nem akartuk, hogy itt probléma legyen, hogy ez most maté, meg minden, szóval addig leállítottuk a felvételt, de nem volt semmi intézkedés. Hol tartottuk? Most ez kis intermezzó volt, arról beszéltük, hogy hol lennél játékos Játékos megfigyelő, megfigyelő, igen. meg hogy nincs képzés Magyarországon, de hogy nem itthon akarsz, Igen. itthon akarod befejezni. Nyilván, ha utánpótlásban gondolkodunk, akkor egy Sporting vagy egy Benfica Portugáliában óriási megtiszteltetés lenne, hogy egy ilyen csapatnak scoutoljon valaki. Úgyhogy ha ebből, és én maradnék a játékos megfigyelői posztnál, akkor mindenképpen ebben valamelyik két csapatban szeretnék dolgozni, de nekem még nem tudtam. Én még nem döntöttem, hogy most akkor melyik stílus felé közeledek majd a következendő pár évben. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből az egész foci témából. Utolsó kérdés, és most muszáj lesz válaszolnod. Melyik Máté ízlet jobban? Ez a nagyobb levelekre vágott, vagy a nagyon porszerű Uruguay? Te amúgy könnyen döntesz? Nem. Az a baj, hogy úgy nem akarok, ebben még tudnál dönteni egy Persze. picit. Kijöntöttem Anélkül nem akarok dönteni, tehát most egy közben. random nem akarok mondani semmit, azért most megvárom, amíg abba beleöntesz, ha van még benne. Van. Vigyázz, mert meleg. Tehát két dolgot kell most mondanom, az egyik az, hogy én melyiket innem szívesebben, és hogy a focisták melyiket isszák. Mondjuk, legyen így. Hát így a kettő közül azt mondom, hogy mind a kettő ez. Tehát hogy szerintem ez könnyebben isszák a... Tehát mindkettő az urugvái porszerű. Tehát az urugvái porszerűt isszák inkább a focisták, és az is ízlik jobban. És mi a miértre a válasz, hogy miért az ízlik? Talán lágyabb. És itt most nem tudom, kevésbé keserű vagy ilyesmi, nekem azzal sincs a bajom, csak Figyelj, ehhez már több hónapig kell kóstolni, hogy erre egy ilyen normális választ Aha. tudjadni, szóval nekem ez már teljesen elég. Ez szerint ennek erősebb az íze. Tehát a A... nagyobb levelek, Igen. ez a argentin stílusú. Ennek pedig kevésbé intenzívebb, igen. A keserűsége. Igen. De egyébként mondom így, tehát Jó egyikre sincs. válaszoltál. Igen. Tehát mind az a focisták kedvenc, ez az urugvái. Egyébként egy nehezebben fogyasztható, mert azért nagyon poros, viszont könnyebben lehet ezt a hegyet megcsinálni, amit még az adás előtt mutattam. Köszi szépen, Ricsi, hogy eljöttél ide a Margit szigetre, és tudtunk beszélgetni. Sok sikert kívánok majd a játékos megfigyelő karrierben, és biztos, hogy beszélünk még. Köszönöm szépen!